Meket leginkább az alkalmazások miatt használjuk. Ezek az alkalmazások azok az eszközök, melyek a munkádat, kommunikációdat, tanulásodat, kikapcsolódásodat, egy szóval életedet segítik. Az operációs rendszer, a hardware és a számítógép összes eleme azért vannak, hogy az alkalmazásokat kiszolgálják, és hogy az alkalmazások így téged ki tudjanak szolgálni. A Wikipédia megfogalmazása szerint olyan ez, mint a villanykörte és az elektromos erőmű közötti kapcsolat. Az elektromos erőmű nem önmagáért termeli az áramot, hanem a villanykörte számára, amely pedig minket segít abban, hogy jobban lássunk a sötétben. Ha a való világban is számítógépes kifejezéseket használnánk, akkor a villanykörtén kívül alkalmazástak nevezhetnénk a kalapácsot, a rádiót, az esztergogépet vagy egy jól felszerelt konyhát, Mindegyik valamilyen eszköz vagy eszközök rendszere valamilyen feladat ellátására. A számítógépes alkalmazások tehát a legfontosabb eszközök a számítógépen, hiszen valójában ezekkel dolgozunk nap mint nap. Ezek azok a szerszámok, melyek miatt a számítógépet használjuk, és az összes többi elem, vagyis a hardware, az operációs rendszer és más szoftverek csak azért vannak, hogy az alkalmazások működjenek és jól használhatók legyenek. Ahhoz, hogy az alkalmazásokat irányításod alatt tud tartani, nem árt egy kicsit megismerkedni a szoftverek működésével. Nézzük meg, hogy mik azok a szoftverek, és hogyan működnek. A szoftverek a számítógép memóriájában működtethető programok, és az ehhez kapcsolódó adatok, illetve dokumentációk különböző célokra készített csomagjai. A szoftver információs termék, ami azt jelenti, hogy nem annyira anyagi jellegű és kézzelfogható, mint a számítógép hardver része. Fizikailag a memóriában, vagy valamilyen adathordozón vannak, vagyis merevlemezen, optikai lemezen, vagy például pendrive-on. Ha közvetlen közelről megnéznénk ezeket, csak elektromos töltéseket találnánk. A számítógépen viszont életre kelnek, és valódi eszközökhöz hasonlóan működnek. A programok a számítógépnek adott sokszor több ezer sornyi utasításból állnak. Amikor egy program elindul, akkor a merevremezről vagy más adathordozóról a rendszer memóriába töltődik, majd a számítógép processzorral lépésről lépésre elkezdik kiértékelni és végrehajtani az utasításait. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a program fut. Mivel a programok minden egyes utasítását a processzor dolgozza fel sorban egymás után, itt könnyen kialakulhat egy kis torlódás. Vannak olyan számításigényes programok, mint például a Photoshop képszerkesztő, a videótomerítő alkalmazások, vagy zenei szoftverek, melyek egyes műveletei nagyon összetettek, ezért leterhelik a processzort, és így lassítják a rendszert. Minél számításigényesebb alkalmazásokat szeretnél használni, annál gyorsabb és erőteljesebb processzorra vagy processzorokra van szükséged. A grafikákkal dolgozó programok esetén a grafikus processzor, zenei szoftverek használatához pedig a hangkártya processzorának teljesítménye is fontos tényező, mert ezek átveszik a speciális feladatok terhét a központi processzortól. Amíg a program futását le nem állítod, vagyis amíg ki nem lépsz a programból, addig az a memóriában marad, és ott helyet foglal el. A macOS 10 minden modern operációs rendszerhez hasonlóan egy multitaskos rendszer, ami azt jelenti, hogy egyszerre sok programot képes futtatni egymás mellett. Így a Mac memóriájába egyszerre több program, és az ezek által feldolgozandó adatok is be vannak töltve. A programok szinte minden esetben adatokkal dolgoznak, melyek vagy külön fájlok -ok formájában vannak eltárolva, vagy a program kódban. Ezek az adatok lehetnek egyszerű számok, képek és dokumentumok, vagy éppen hatalmas videóállományok. Ahhoz, hogy a program ezeket fel tudja dolgozni, az adatokat a memóriába tölti, és ott is tartja, amíg ezekkel dolgozik. Amikor a memóriában elfogy a hely, akkor a rendszer a merevlemezen létrehozott virtuális memóriával egészíti ki ezt a tárolót. Ehhez sokkal lassabban lehet hozzáférni, mint a rendszer memóriához, ezért ide általában olyan dolgokat helyez a rendszer, amelyek éppen nem olyan fontosak. Amikor a memória túl kevés a futtatott alkalmazások igényeihez képest, akkor a gép sokat használja a virtuális memóriát, és a gép működése ezáltal lelassul. Ezen memória bővítéssel, vagy pár nagyobb memória igényű alkalmazás bezárásával lehet segíteni. Az alkalmazásokon kívül még sokféle szoftvert találsz a melyek egymásra épülve és egymáshoz kapcsolódva alkotják azt a virtuális gépezetet, melyben a számítógépen dolgozol. Az operációs rendszer a számítógép legalapvetőbb szoftverrendszere, mely a processzort, a memóriát, a többi hardvert, a hálózatot és egyéb erőforrásokat kezeli, és megfelelő környezetet biztosít az alkalmazások és más szoftverek működéséhez. Az operációs rendszer magját, a számítógép főnök szoftverét kernelnek hívják. A rendszer működése közben futnak olyan szoftverek, melyeket a rendszer indít el automatikusan, még mielőtt használatba vennéd a gépet. Nem állnak a közvetlen irányításod alatt, és nem is látszanak. Ezek a démonok. A háttérben fontos feladatokat látnak el, például a nyomtatásban segítenek, naplózzák a jelentős eseményeket, hálózati kapcsolatokat kezelnek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak más számítógépeknek. A szoftverek egy része grafikus felülettel is rendelkezik, Más szoftverek viszont csak karakteres üzemmódban működnek. Utóbbiakat parancsori alkalmazásoknak nevezzük. Ezeket a terminál alkalmazásban lehet elérni egy kevés Unix tudás birtokában. A parancsor egy külön világ a meken, melyet leginkább szoftverfejlesztők és rendszergazdák használnak, akár kizárólag parancsorból is lehetne használni a számítógépet. A felhasználói szoftverek többsége a MacOS 10 grafikus felhasználói felületén jelenik meg. Az alkalmazásokon kívül többféle programmal találkozunk itt is. A widgetekről már volt szó a korábbi fejezetekben, ezek a dashboardon működő mini alkalmazások. A segédprogramok, eszközök és szolgáltatások behangolását segítik, technikai információkat és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyeket a számítógépes rendszerünk megfelelő működése érdekében használunk. Az ügynökök olyan szoftverek, melyek automatizáltan elintéznek számunkra valamit. Nincsen külön kezelőfelületük, a háttérben működnek, és párbeszéd ablakokon kommunikálnak velünk. A System Preferences beállító ablakai vagy a képernyővédők szintén különálló szoftverek. A alkalmazások automatizálásához és sok másféle feladathoz használhatók a skriptek, vagyis a felhasználó által viszonylag gyorsan és könnyen elkészíthető programok. Ilyen szoftverek gondosan összehangolt együttesei építi fel azt a rendszert, melyet Mac OS 10 Leopard néven ismerünk. A különböző típusú számítógépekhez egymástól eltérő felépítésű szoftverek készültek, melyek sok esetben csak egyféle rendszeren működnek. Alapvetően igaz, hogy a Windows alkalmazások nem működnek Mac-en, és a Mac alkalmazások nem működnek Windows-on. Ugyanakkor van mód arra, hogy Windowsra, sőt Linuxra készült alkalmazásokat is használjunk a macOS 10-ben. A Windows alkalmazások futtatásához külön szoftverre van szükség, mely lehetővé teszi, hogy a macOS 10 környezetén belül egy elkülönített környezetben Windows-t futtassunk. Ilyen szoftver a Parallels Desktop és a VMware Fusion. Ezekről a tréning utolsó fejezeteiben lesz szó. A linux készült alkalmazások nagy része mac is használható, mivel a Mac 10 és Linux alapjai hasonlítanak egymásra. Mindkettő Unix alapokkal rendelkezik, ezért az ilyen programokat viszonylag könnyű mac használhatóvá tenni. Ha ilyen szoftvert szeretnél használni, bizonyos, hogy meg arról, hogy a MacOS 10-hez való változatát töltöd le. Egy további fontos megoldás a rendszerek közötti szakadék áthidalására a platform független jávó alkalmazások használata. A jáva alkalmazások azért jók, mert elvileg minden rendszeren ugyanúgy működnek, ezért a fejlesztőknek nem kell több rendszerre elkészíteniük ugyanazt a szoftvert. De pedig pontosan ugyanazt az alkalmazást használhatod a Mac-en, Windows-on és Linuxon egyaránt. A Java alkalmazások futtatására a Mac OS X fel van készítve, semmilyen egyéb kiegészítő telepítésére nincs szükség. Bár a Windows, Linux és Java alkalmazások nagyon elterjedtek, mac leginkább mégis Mac alkalmazásokkal fogsz találkozni. A szoftverek dobozán és az interneten meglogóval jelzik, hogy az alkalmazás mac készült. Az újabb Mac szoftvereken egy univerzál logót is lehet találni, ami azt jelenti, hogy ez a program az új Intel processzoros és a régebbi PowerPC processzoros gépeken is működik. 2006-ig a Macintosh gépek központi egysége az IBM gyártotta PowerPC processzor volt. Minden Mac OS X szoftver ezekhez a processzorokhoz készült. A 2006-os év elejétől viszont az Apple Intel processzoros gépek gyártására tért át, melyek nem kompatibilisek a PowerPC-vel, vagyis az egyikre írt szoftver nem fut a másikon. Annak érdekében, hogy a régebbi szoftverek az újabb mekintosokon is működjenek, az Apple egy Rosetta nevű megoldást épített a Mac 10 be A Rosetta a PowerPC processzorok nyelvén megfogalmazott programokat lefordítja az Intel processzorok nyelvére, és így a régebbi szoftverek minden további nélkül használhatók maradnak az új gépeken is. Ugyanígy az Intel processzoros gépekre készült új alkalmazásokkal szemben is jogos elvárás, hogy működjenek a régebbi Mekintos gépeken is. Ennek megoldására az Apple fejlesztői azt találták ki, hogy az újabb programok tartalmazni fogják az Intel és a PowerPC processzorokhoz szükséges kódokat is. Az ilyen alkalmazások megkapják a Universal Binary jelölést és a Universal logót, melyről korábban beszéltem. Végül vannak olyan alkalmazások is, melyek csak Intel processzorral szerelt működnek. Amikor alkalmazást vásárolsz vagy töltesz le, akkor mindig a saját gépednek megfelelő változatot választ. Előfordulhat, hogy a kinézett szoftverből nem készült a tegépet processzorához igazított verzió, de szerencsére ilyenből egyre kevesebb van, mivel a fejlesztők igyekeznek az Apple által ajánlott universal formátumot használni. Egyes alkalmazások egészen egyszerűek, mások pedig nagyon összetettek, melyek sok eszközt és lehetőséget kínálnak egy terület problémáinak megoldására. De legyenek bármilyen összetettek, a legbonyolultabb programoknak is vannak határaik, nem képesek minden feladatot ellátni. Az alkalmazások ezért együtt tudnak működni egymással, és rendszert képezve sokkal összetettebb feladatokat is el lehet végezni velük. Például az adressbook alkalmazás egy egyszerű címjegyzék, az iCal egy egyszerű határidőnapló, a mail pedig egy összetett levelező alkalmazás. Együttműködésüknek köszönhetően ezek egymás mellett erőteljes ügyfélkapcsolat kezelő. Információmenedzselő és szervező megoldássá válhatnak. A naptárba beírhatsz egy találkozót, és megadhatod azt is, hogy kiket hívsz meg ide. A partnerek adatai a címjegyzékedben vannak. Nekik egy gomnyomással értesítőt küldhetsz, melyet e-mailben fognak megkapni. Amint az ismerősöd mire programja ezt megkapja, a találkozóról szóló emlékeztetőt automatikusan beilleszti a naptárába, ahol az ismerősöd elfogadhatja vagy elutasíthatja a meghívást. Bármelyiket választaná, erről te egy értesítőt kapsz, szintén a mail alkalmazás közben és a saját naptáradban azonnal látni fogod, hogy a meghívottak közül ki mit válaszolt a meghívásra. A kis alkalmazásokat tehát összekapcsolhatod egymással, és olyan rendszert hozhatsz létre, ami erre szükséged van. A rendszer pedig, ha jól van kialakítva, úgy működhet, mint egy nagy, egészen összetett alkalmazás. Sok olyan megalkalmazás van, melynek tudása bővíthető. A bővítményeket plugineknek nevezzük. A pluginek olyan szoftverek, melyek kimondottan egy alkalmazás képességeinek növelésére valók. Például a Skype kommunikációs szoftver telepítése során az adressbook alkalmazásba beépül egy plugin, Melynek köszönhetően közvetlenül a címjegyzékből hívhatjuk felismerőseinket. Mielőtt egy új szoftvert telepítesz a számítógépedre, nem árt tudni, hogy ez mennyire van kész, illetve milyen megbízhatóan működik. Ezt a verziószámokból lehet kikövetkeztetni. A szoftverfejlesztők az általuk készített alkalmazást annak készültségi fok alapján verziószámmal látják el. Ez a verzió szám nullától indul, és minden mérhető fejlesztésnél egy kicsivel nagyobb lesz. A szoftver fejlődésének folyamatában két fontos szinten halad át, még el nem éri az első stabil változatot. Az alfa verzió azt jelenti, hogy a szoftver már használható, de még lehetnek benne nagyobb hibák, előfordulhatnak adatvesztések, vagy nem teljesen úgy viselkedik a program, ahogy mi szeretnénk. Az alfa szoftverek kizárólag tesztelési célokat szolgálnak éles használata még nem ajánlott. Amikor az alpha szoftvert kellően letesztelték, és nagyobb hibáit kijavították, a program állapota átlép beta verzióba. Ez még mindig nem a stabil állapot, de ilyenkor általában már csak kisebb hibajavítások vannak hátra, és gyakran a nagy közönséget is bevonják a tesztelés folyamatába. A beta szoftvereket már bátrabban használhatod, de életbe vágóan fontos feladatokat még mindig nem szabad rájuk bízni. Amikor a szoftver elkészült, megkapja a stabil minősítést és az 1.0-ás verzió számot. Ilyenkor elvileg már nem tartalmaz ismert hibákat, és elvileg megbízhatóan működik. A szoftverek általában ebben az állapotukban kerülnek először kereskedelmi forgalomba. A legtöbb esetben a fejlődés nem áll meg ezen a szinten, a fejlesztők folyamatosan javítják a felmerült hibákat, és új szolgáltatásokat építenek a szoftverekbe. Az újabb változatokat frissítések formájában az interneten teszik elérhetővé, illetve a kényelmünk érdekében az alkalmazások nagy része automatikus önfrissítő szolgáltatással van ellátva. A frissítés folyamatát angolul update-nek hívjuk. A szoftverek fejlődésük során sok fejlesztői, alfa és béta, Stabil és instabil állapoton mennek keresztül. A legnagyobb fejlődést mindig az jelzi, ha a verzió egy egész számmal növekszik, például 1.55-ről 2.0-ra, majd 3.0-ra, és így tovább. Egy ilyen újabb verzióra való áttérés általában nem oldható meg kisebb frissítéssel, hanem a szoftver különálló új változatát kell megvásárolni vagy letölteni, és a meglévő változatra telepíteni. Ezt upgrade-nek nevezzük. Néha a szoftverfejlesztők több alkalmazást egybe csomagolnak és így kínálják ezeket, valamilyen márkanévvel ellátva. Ezeket, meglepő módon, alkalmazás csomagoknak nevezzük. Csomagokba általában olyan alkalmazások kerülnek, melyek egymást kiegészítve rendszert alkotnak, és így összetett megoldásokat kínálnak egy adott területre. Ilyen csomag például az iLife, amely az iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb és GarageBand szoftverekből áll, és digitális tartalmak, fotók, filmek, weboldalak, zenék készítésére, szerkesztésére és rendszerezésére való. De említhetném az iWork, Microsoft Office vagy Adobe Creative Suite csomagokat is, melyek mindegyike különálló alkalmazásokból áll.